Interaktív kiállítások, koncertek, zenésestek, tudományos konferenciák és más események is megrendezésre kerültek az elmúlt években a Szabadkai zsinagógában, amely felújítását követően ismét teljes pompában tündököl. Azt gondolom, hogy a zsinagóga mindazt a három szerepét betölti, amit be kell, hogy töltsön. Egyrészt egy szakrális objektum, másrészt az idegenforgalmi kínálatunknak egy jelentős objektuma, ezen kívül pedig olyan hangversenyek megtartására került sor, amelyek méltóak ehhez az épülethez és ennek az épületnek az építőihez. Az elkövetkező 4 évben Gyivanovics Dániel tölti be a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgató bizottságának elnöki pozícióját. Itt láttunk egy beszámolót az elmúlt 4 évben dr. Pásztor Bálint igazgatóbizottsági elnöksége alatt lévő periódusról. Én azt kívánom magamnak is, és mindannyiunknak, hogy legalább ilyen tartalommal teli és produktív legyen az elkövetkező 4 év is, és amikor majd mandátumom lejárta után én tudom átadni ennek a gyönyörű szép épületnek a kulcsait, akkor mi is egy ilyen beszámolóval tudjunk elszámolni az elmúlt időszakról. Gyivanovics Dániel hozzátette, hogy a továbbiakban is folytatni fogják a megkezdett munkát.